Sziasztok, én Peti vagyok, és ma a Watergate című játékot fogom bemutatni nektek. A Watergate botrányról valószínűleg már sokan hallottunk idehaza is. Lehet, hogy láttuk a témában készült filmeket, de lehet, hogy csak hallottuk már valahol ezt a kifejezést, de nem tudjuk, hogy pontosan mi is történt. Nos, én ugyan ismertem nagyjából a történetet, de nekem is utána kellett néznem a részleteknek. Röviden... 1972-ben az akkori amerikai elnök Richard Nixon, aki egyébként republikánus volt, belekeveredett egy lehallgatási botrányba, aminek a kárvallottja a demokrata párt akkori elnöke volt. Hála az oknyomozó riportereknek, az ügy egészen odáig fajult, hogy Nixon inkább lemondott. A játék ezt a botrányt dolgozza fel két szemszögből. Az egyik oldalon nixon fogjuk védeni, a célunk pedig, hogy sikeresen eltusoljuk az ügyet, a másik oldalon pedig a titokzatos szerkesztő bőrébe fogunk bújni, és oknyomozó újságírónak állunk. A célunk pedig újságíróként az lesz, hogy lefüleljük nixon még hozzá úgy, hogy a bizonyíték táblán legalább kettő a mi oldalunkat erősítő informátor tudunk összekötni vele. A játék előkészítéséhez tegyük a kezdeményezés és egy lendületjelzőt a tábla nullával jelölt mezőire. Ez a számokból álló oszlop lesz egyébként a vizsgálatsávunk. A szerkesztő és Nixon kártyáit tegyük egymással szembe úgy, hogy mindkét játékos elérje a sajátját, és tegyük közéjük a kezdeményezés kártyát, ami elsőként nyíllal a szerkesztő felé kell, hogy mutasson. Válogassuk ki a potenciális informátorokat és tegyük őket a tábla mellé, a bizonyíték jelzőket pedig tegyük a húzózsákba. Mindkét játékos megkapja a saját pakliát, és kezdődhet is a játék. A játék meghatározatlan számú körökből fog állni, és minden kör három fázisra van osztva. A kezdeti fázisban kártyákat fogunk húzni, illetve új bizonyítékokat a húzózsákból. Majd a kártyafázisban az összes kártyát ki fogjuk játszani a kezünkből felváltva, a kiértékelés fázisban pedig a fázis alatt megszerzett jelzőket fogjuk majd vagy a bizonyítéktárbára helyezni, vagy a saját karakterkártyánkra. A kezdeti fázisban mindkét játékos annyi kártyát húzna a pakliából, amennyit a kezdeményezés kártya mutat. Tehát jelen esetben a szerkesztő 5, a Nixon párti játékos pedig 4 kártyát fog húzni. Ezután pedig a Nixon párti játékos húz három bizonyítékot is a zsákból úgy, hogy azokat csak ő lássa, és tegye is le a nulladik mezőre mind a hármat. Bármikor megnézheti ezeknek a jelzőknek a színét, de ezt tegye úgy, hogy a szerkesztő ne lássa. A bizonyítékok alapból kék, zöld és sárga színűek lehetnek, illetve vannak olyanok, amin két szín is szerepel, ez fontos lesz a későbbiekben majd visszatérek rá. A második fázis a kártyafázis lesz. Ezt az a játékos kezdi, aki több lapot húzott fel a kezdeti fázisban. Választ egy lapot, kiátsza maga elé, és vagy a rajta szereplő értéket használja, vagy a kártya szöveges akció részét. Ha az érték részét használja, akkor eldöntheti, hogy ez itt megadott értékben léptet maga felé vagy egy korongjelzőt, ami akár lehet ez a fehér, vagyis a kezdeményezés jelző, akár ez a piros, vagyis a lendület jelző, vagy pedig egy bizonyítékot. Utóbbi esetben az alábbi szabályokat kell követni. Először is, mint említettem, három típusú vagy színű bizonyítékot különböztetünk meg, ezeknek megvan a tematikai magyarázata. A kékek a Nixon elnök újraválasztási kampányára költött csekkeket jelzik, a sárgák a Watergate épület alaprajzai, a zöldek pedig a Nixon fehérházbeli rögzített beszélgetéseinek a másolatai. Ennyit a tematikai részről a játék alatt csak a színüket fogjuk mindig használni. Vannak ilyen két színnel is ellátott bizonyítékok, ezeket később bármilyen rajtuk szereplő színként felhasználhatjuk majd. Szóval a kártyán is feltüntetett színű bizonyítékokat tudjuk majd mozgatni ezzel az akcióval. Tehát, ha van például zöld színű már felfedett bizonyíték, akkor pontosan annyit kell lépnem vele magam felé, amennyi a kártyán szerepel. Ha viszont még nincs felfordított bizonyíték, vagy nincs ilyen színben, akkor a szerkesztőnek rá kell kérdeznie az adott színre. A Nixon párt játékos ekkor válaszol, hogy igen, van olyan szín, felfordítja azt, vagy az egyiket, hogyha több ilyen is van, és léptetünk rajta. Ha viszont nincs ilyen szín, a szerkesztőnek akkor is kötelező lépnie. Nem használhatja mégis a kártya akció részét, mindössze ilyenkor az egyik elérhető jelzővel fog lépni, vagy egy már korábban felfedett azonos színű bizonyítékkal. Mert a szerkesztőnek lehetősége van mindig rákérdezni egy még képpen lefelé néző bizonyítékra, akkor is, hogyha a kártyán szereplő színben már egyébként van felfordított bizonyíték a sávon. A Nixon párti játékosnak ennél jóval egyszerűbb dolga lesz, mert ugye bármikor megnézheti a bizonyítékok színeit, úgyhogy neki a léptetéskor csak simán fel kell fordítani egy bizonyítékot és lépnie vele. Azt fontos megjegyezni, hogy bármilyen kártya hatás vagy akció ami ezekre a lefelé fordított bizonyítékokra hatással van, bármilyen okból léptetjük is őket, a léptetés végén mindig meg kell majd fordítani ezeket képpel felfelé. Van itt továbbá két fontos szabály. Egyrészt, miután egy kártya érték részét használtuk, az mindig a személyes dobópaklingba kerül, így később újra felhasználhatjuk majd azt a kártyát. Másrészt, hogyha a forduló alatt egy vagy több jelző, és itt mindegy, hogy az bizonyíték vagy koronge, valamelyik játékos ötös mezőjére kerül, azonnal megkapja azt, és abban a körben már nem lesz hatással más akció erre az adott jelzőre. A kártya másik választható része pedig az akció rész. Ezekből lesznek események, amelyek általában erős akciókat biztosítanak, cserébe viszont a kártya nem a dobó kerül, hanem végleg eltávolítjuk az adott játékból. Vannak viszont olyan kártya akciók, amiket ilyen zöldel jelöltek, és használatok után nem kerülnek ki a játékból, hanem szintén csak a dobópaklira tesszük őket. Ezek pedig a konspirátor, illetve az újságíró kártyák. Ezen felül pedig van néhány reakciókártya is, amelyekkel meg tudjuk szakítani az ellenfelünk aktuális akcióját, vagy azonnal reagálhatunk arra. Előfordulhat továbbá, hogy vannak feltételek is a kártyán, amiknek teljesülni kell, hogy kiátszhassuk őket, ezeket nyilván meg kell vizsgálni, a lényeg, hogyha lehetséges, mindig végre kell hajtani a kártyán leírtakat. A fázisban tehát felváltva játszunk ki kártyákat egészen addig, amíg el nem fogy a kezünkből. Ezután pedig a kör utolsó kiértékelés fázisa következik. Ez a fázis öt lépésből fog állni, amiket egymást követve kell majd végrehajtanunk. Először is minden a nulladik mezőn álló bizonyítékot tegyünk vissza a húzózsákba, azokat senki nem szerezte meg. Másodszor, ha az előző fázisban senki nem szerezte meg a kezdeményezés jelzőt, akkor az a játékos kapja meg a kezdeményezést, akinek az oldalán van a jelző a vizsgálatsávon. Tehát jelen esetben a Nixon párti játékos lesz a kezdeményezés, emiatt pedig forgassuk úgy a kezdeményezés kártyát, hogy felé nézzenek a nyilak rajta. Ha ez a fehér jelző a nulladik mezőn van a vizsgálatsávon, akkor a kártya mindenképp fordul, függetlenül attól, hogy épp kire néz. Így a másik játékosé lesz a kezdeményezés a következő körre. Tegyük ezt a jelzőt a kártyára, ezzel jelöljük, hogy a második lépés is készen van, így nem felejtjük el. A lendület jelzővel ugyanezt el kell játszani, vagyis ha még nem szerezte meg senki az előző fordulóban, akkor adjuk azt oda annak a játékosnak, akinek az oldalán maradt a fázis végére. Ha a nulladik mező maradt volna, akkor nyilván senki nem kapja meg, ott marad a következő körre. Ezek a jelzők a Nixon párti játékosnak a legfontosabbak, mert öt ilyen jelzőt kell összegyűjtenie ahhoz, hogy nyerjen. A szerkesztőnek viszont azért érdemes ezeket gyűjtenie, mert a harmadik ilyen megszerzett jelzőtől már ebben a lépésben bónuszokat is kaphat. Ha tehát a szerkesztő szerezte volna meg ezt a lendületjelzőt, akkor most a harmadik lépésben kapja meg a bónuszt utána, hogyha jár neki. Negyedik lépésben, hogyha nincs lendületjelző a vizsgálatsáv 0. mezőjén, akkor tegyünk egyet oda, és itt most megemlítem fontos szabály, hogyha már nem maradt ilyen jelző a készletben, akkor a Nixon párti játékos azonnal megnyeri a játékot. Ezek után pedig tegyük vissza a kezdeményezési jelzőt is. Hogyha mindennel megvagyunk, akkor jön a fázis 5. egyben legérdekesebb lépése, a bizonyítékok begyűjtése. Ugyanúgy kell járni itt is, mint a többi jelzőnél. Vagyis ha nem szerezte meg már valaki az előző fázisban az egyik vagy, a, vagy még több bizonyítékot, akkor azokat az kapja meg, akinek az oldalán találhatóak. Tehát a példánkban kap egy bizonyítékot a Nixon párti játékos és egyet a szerkesztő is. Ezek után ki fogjuk tűzni azokat a bizonyítéktáblára felváltva. És az a játékos fogja ezt elkezdeni, aki felé a kezdeményezés kártya mutat. Hogyha egynél több bizonyítékot szerzett meg valaki, akkor egyszerre kell, hogy kitűzze mindet. A szerkesztő képpel felfelé tegye ezt meg, és olyan színű helyekre teheti, amilyen szín vagy színek a bizonyítékon vannak. Ezáltal igyekszik majd kiépíteni a kapcsolatokat, összekötni a potenciális informátorait Nixonnal, mert hogyha két ilyen informátor is Nixonhoz köthető, akkor a szerkesztő azonnal megnyerte a játékot. A Nixon párti játékos pedig ezzel szemben képpen lefelé fogja letenni ezeket a bizonyítékokat, a szint ekkor is néznünk kell, azért, hogy megszakítsa a szerkesztő által kiépített csatlakozásokat, és ezáltal megvédje Nixont. Figyeljünk arra, hogy ha egy lehelyezett bizonyítékon van ilyen piros egyes, akkor azonnal mozgassuk a lendületjelzőt is annak a játékosnak a sávján, aki letette az adott bizonyítékot. Ha egyik játékos sem nyerte meg a fázis végén a játékot, akkor új kört kezdünk. A játék pedig azonnal véget ér, amint a Nixon párti játékos megszerzi az ötödik lendületjelzőjét, vagy a szerkesztőnek sikerül két informátort is összekötni az elnökkel. Ez nem csak az utolsó fázisban, hanem akár a kártyafázis alatt is megvalósulhat. A Watergate egy kicsit kettős játék bizonyos szempontból, mert olyan témával jött elő, ami szerintem itthon nem igazán érdekes a nagy közönségnek. Mármint biztosan vannak olyanok, akik kívülről tudják a Watergate-ügy részleteit, és sokat jelent nekik az, hogy fényképeken és kártyákon láthatják viszont a szereplőit. Sőt, a szabályfüzetben még háttérinformációk is vannak bőségesen ezekről a történelmi szereplőkről, de ettől még valljuk be, hogy a téma egyértelműen amerikai. És ez valahol érthető, mert kint az USA-ban ez a botrány az egyik legkomolyabb belpolitikai válságot hozta magával, amit a republikánus párt a mai napig nyög valamilyen szinten. És bár a téma ott van a játékban, viszonylag jól, de azért nem túl erősen. Egyáltalán nem kell mérehatóan ismerni az ügy történetét ahhoz, hogy élvezni tudjuk és átlássuk a játékot. Nagyon jó és dicséretes, hogy igyekeztek minél tematikusabbá tenni a játékot a korabeli fotókkal és azzal, hogy a Watergate ügy két fő résztvevőjét vagy oldalát testesítik meg a játékosok, de ettől még nem tudom rá azt mondani, hogy kiemelten tematikus lett a játék. Ott van, félig meddig átjön, de a második alkalomtal már javarészt csak a játékmechanikát fogjuk élvezni. Azt viszont nagyon. Aki szereti a konfrontatív játékokat, az szerintem ebben a környezetben lubizkóni fog. Mert igen, ez a játék konfrontatív, nem csak interaktív. Nem kell azért véremenő csatákat magunk elé képzelnünk, de bőven vannak olyan kártyahatások és akciók, amikkel keresztbe tudunk tenni a másiknak. És igazából ez a játék lényege, ez a központi eleme, hogy hogyan tudjuk a játékostársunkat a lehető legjobban hátrátatni, miközben azon dolgozunk, hogy a saját terveinket előrébb vigyük. Az, hogy egy kártyán két elérhető akció is van, az ismerős lehet több játékból is, és a Watergate-ben is nagyon jól oldották meg ezt a részét. Mert bár van szerencse a játékban, ami szerintem nem döntő fontosságú, de azért ott van benne, viszont ezt a részt jól is tudjuk korrigálni azzal, hogyha jó ütemben és megfelelő akciót játszunk ki egy adott kártyáról. Ha ugyanis az esemény részét használjuk, az ugye azt jelenti, hogy a kártya végleg kikerül a játékból, viszont ha nem, akkor a dobópaklira kerül. Ergo később visszahúzhatjuk azt. Ezzel pedig befolyásolni tudjuk a paklinkat, mert legalább egyszer szinte biztosan vissza fogjuk húzni a dobópaklit is, legalábbis nekem eddig még nem volt olyan játékom, ahol ez ne történt volna meg. És itt jön a képbe a balansz is. A Nixon párti játékosnak a legfontosabb ezeket a piros lendületjelzőket gyűjtenie, mert ugye ha megvan öt, akkor azonnal megnyeri a játékot. A szerkesztőnek pedig inkább a bizonyítékjelzők a fontosak, mert azzal fogja tudni összekötni a maga oldalára állított informátorokat Nixonnal. De igazából mindkét játékosnak fontos minden. Mert a bizonyítékjelzőkkel blokkolni is tudjuk a szerkesztőt, hogyha túl közel járna az igazsághoz, ahogy a lendületjelzők elhapolásával is lassíthatjuk Nixont, és egyébként nem kísértékű bónuszokhoz juthat a szerkesztő sem. És akkor emellé ott van a kezdeményezés jelző is, ami mindössze annyit határoz meg, hogy ki lesz a kezdőjátékos a következő körre. Ez viszont ebben a játékban létfontosságú, mert a kezdőjátékos egyel több lapot húzhat. És így ő kezdi, és ő is fejezi majd be a kártyafázist, utóbbi pedig iszonyatosan sokat számít. Úgyhogy igazából minden azon múlik, hogy épp mi a legfontosabb és kinek, és ebből a szempontból szerintem példás a balansz, a játékosok közti asszimetria pedig rengeteget ad hozzá. Az egész játék feszült és izgalmas az utolsó pillanatig. Ráadásul ami nekem nagyon tetszett, hogy óriási fordulatok vannak benne. Például nem egyszer tűnt lefutott meccsnek egy-egy alkalom, és szó szerint az utolsó körben fordított egy óriásit a látszólag vesztésre álló játékos. És ez a legélvezetesebb és legkülönlegesebb része a játéknak, mert az első perctől az utolsóig taktikus és izgalmasan feszül tud maradni. És ez magában hordozza a nagy játszhatóságot is, mert nem lesz két ugyanolyan leosztásunk. Ráadásul folyamatosan előre kell tervezni, mielőtt hagyunk erőtartalékot arra is, hogy reagálni tudjunk a másik húzásaira. És amikor beüt egy hosszasan tervezgetett, jól összetaktikázott kombó valakinél, amivel vesztett helyzetből tudja visszahozni a játékát, hát az valami fenomenális. De ismétlem, ez csak akkor tud működni, hogyha szeretitek a konfrontatív játékokat, és nem vagytok az a sértődős típusok. Mert itt aztán rá fogunk lépni egymás tyúk szemére is, nem is egyszer egy játék során. A játék külön nekem tetszett, mert szerintem hangulatos történelmi politikai légkört teremt ezzel a sötét alapszíneket használó stílussal, a bizonyítéktábla is nagyon jó pofa a komponensek is jó minőségűek, és itt külön kiemelném a vastag és egyébként jó védelemmel ellátott nagyméretű kártyákat. Egyedül a bizonyítékjelzők átlagosak, ezekkel az éles kiálló sarkokkal, de az összkép így is pozitív. A tematika gyengesége, illetve kettősége, illetve a jó, de azért helyenként billegő komponens minőség miatt nem fogok rá kiemelkedő plecsnit adni, viszont bátran adok rá egy ajánlatot. Mert a Watergate szerintem egy kiváló kétfős társas játék lett. Élményfaktor tekintve pedig nálam húzott egy nagyot, mert adok rá 9 pontot a 10-ből, ami nagyon sok. De hogyha szereted ezt a stílust, vagy ha egy taktikus, feszült és konfrontatív, két fős társasjátékot keresel, akkor valószínűleg ez is nagyon be fog jönni. A videó elkészítésében a társas navigátor webáruháza segített, amit ezután köszönök is, a játékot náluk is megtaláljátok. Remélem, hogy tetszett ez a rész, ha igen, akkor ezt kérlek jelezd oda lent egy lájkkal, illetve ha még nem vagy feliratkozva, akkor ezt most megteheted, bepótolhatod, és ne felejtsd el beállítani a kis csengő ikont is, hogy mindig értesülj az új tartalmakról. Kövess Facebookon is, ha teheted, és köszönöm a megtisztelő figyelmedet!